Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hold holnap eléri a lefele mozgó kármikus csomót Kétút. Ez a lefele mozgó hold csomó utal érzelmekre és utal a múltra. A napokban meglesznek itt az emlékek és a kármikus témák. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok, mit üzennek a kártyák. Itt látható egy férfi. Ez a férfi közeledik hozzád, nagyon magabiztos, és segít neked. Ez lehet a te lelki társad, és ennél a férfinél megvan most ez a magabiztos fellépés. Amennyiben vannak hivatalos dolgok, vagy egy munkahelyi probléma, akkor ez a kártya azt jelenti, ez a férfi segíteni fog neked. Itt a botok vannak, és a botok utalnak a tűz elemére. Valami vagy valaki közeledik hozzád, és ez lelkesíteni fog téged, hiszen ezt jelentik a botok, illetve a tűz eleme. Ez lehet egy testi kapcsolat is, de mély érzelmekkel, hiszen nem csak a tűz eleme látható a kártyán, hanem itt a víz eleme is. Itt folyamodni fognak az események. Légy erre nyitott, de ne mozdulj ki most innen, hanem várj, amíg ő jelentkezik. Ő közeledik hozzád, hiszen itt a háttérben már megjelenik. Itt megvan nálad ez a nőiesség, ez a nőies kisugárzás, mondhatnám azt is, hogy ilyen erotikus kisugárzás. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, hisz abban, hogy megvan ez a fellépésed, a nőiességed, és ez kihat rá, hiszen gondol rád, megvannak a vágyak, az álmok, és légy ilyen visszahúzódó, most ne jelentkezz nála, várj arra, amíg ő jön, és láttuk a másik kártyán, ő közeledik hozzád. Itt ez a kard utal a levegő elemére, és a levegő eleménél döntésekről van szó, és jelenti a kommunikációt. Ő a kezébe veszi ezt a kardot, tehát indul itt egy új kezdet, keres téged, és itt a beszélgetés áll a középpontban. Ő valamit közölni szeretne veled, és ő fontos döntéseket fog most hozni. Itt is látható, hogy mozgás lesz, ő jönni fog, és nem csak, hogy beszélni akar veled, hanem itt megvan a lelkesedés, itt meg lesz a testi kapcsolat. Lehet, hogy pontosan erről számol be.
Itt látható, hogy ő magabiztos. Közeledik hozzád, itt látható már a háttérben. Nálad megvan ez a nőies kisugárzás, megvan a vonzalom. Komoly döntéseket fog hozni, átteszi magát a félelmeken, keresi a kapcsolatot veled, és szeretne beszélgetni veled. Itt kommunikációról van szó, és látható az irány, hogy közeledni fog hozzád, keresi a kapcsolatot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!